November utolsó vasárnapján zajlott a második Kovács Daru női labdarúgó torna. A számos résztvevő csapat színvonalas küzdelmeket vívott egymással. A késő délutánig húzódó találkozókat díjátadók és színes programok tarkították. A Mikulás csomagok kiosztása mellett egy zumba és hastánc bemutatónak is örülhetett a publikum. És ahogyan már megszokhattuk, a csapatok mellett a torna legjobb játékosa is díjazásra kerültek. A legkisebbeknél az eredmény a következőképpen alakult. Két első helyezést osztottak ki, gól és pontazonosság miatt, a Százhalombattai, illetve a Ráckeresztúri csapat is megkapta az első helyet járó kupát. A nagyobbaknál a következő lett a végeredmény. Első Fortuna, második Arisz, harmadik Százhalombatta A csapat, negyedik Hattyúk, ötödik Százhalombatta első csapat, hatodik Tác, hetedik Diósd, és legvégül nyolcadik Nádaslavár. Úgy érzem, hogy ennek az évadzárónak a vége nagyon jó sikerült. A másik eredmény, a szintén nagyon örülünk, hogy úgy zártuk, hogy a bajnokság 5. helyen egy helyet előreléptünk, és a fél évet így kezdtük. A megcélzás az a 4. hely lesz évad végén. Úgy érzem, hogy a 2 éves fennállásunk alatt a 4. hely 12. nagyon jó eredmény lenne. Jól tudom, ebben az évben nem ez volt az utolsó szereplés, azért még lesz néhány torna. Igen, lesz még 2 tornánk, jövő héten Százhalombattán lesz vasárnap, tehát december 4-én lesz egy Mikulás kupa, ahova 6 csapatot szeretnénk meghívni, majd 10-én megyünk Tácra, egy teremtornára. Elnézve ezeket a színes programokat, nyilván, hogy elég komoly szervező munkára volt szükség, hogy ezt össze lehessen hozni. Mondjuk el azért, hogy kik segítettek ennek a létrejöttében. Nagy-nagy köszönetet mondok az EBATTÁ-nak, a Csőszer Kft.-nek, Szabó Tamás úrnak, hogy elfogadta, polgármester úrnak elfogadta szintén a meghívásunkat, a Vozaik TV-nek, és úgy szintén köszönöm mindent az Ercsieknek.